frissen befogul a svéd együttes, de gól még nincs. Szűsordája hosszan előre a másik oldalra. Ott van Ben előtt, leteszi maga elé, jobban lágyan középre. Kozma gól! Kozma lábáról, bent a hálóban a magyar csapat vezető gólja. 8. perc, örömmámon a Ring Stadionban, hajrá! 1-0, megint egy svéd támadás, egyszerűen hátrafejelő labdát, Csindvár lő, Bicskei kivetődni, Csindvár másodszor lő is gól. Ez bizony gól volt, nézzük meg még egyszer, hárítani lehetett volna a gólt, tehát első lövés, Bicskei kivetődik, Csindvár érkezik, és profi gól. A svédek is ügyesen játszanak, sőt, Sandberg lő, és váratlan lövéssel 2-1 Svédország válogatottja javára. Ez bizony hideg zuhany a magyar közönség számára. Senki nem számított arra, hogy a második félidő elején mutatott sorozatos jó akciók után a 11. percben a svédek szerzik meg a vezetést. Most egy távoli lövést véd Larsson kapus, és a magyar csapat mindent belead. Újra előre lendülünk, húzás teszik jobbra labdát, Vidács lő és óriási lő. Hatalmas erejű bombával Vidács megszerzi a kiegyenlítést, íme! Más szemszögből ez a káprázatosan szép, nagyszerű Vidács gól, szinte kiszakította a hálót a bal felső saroknál. 2-2 tehát az eredmény a második félidőben. Szabad rúgás tehát a magyar csapat javára, Zsámbó berúgja középre a labdát, azonban a tömör védelem fölszabadít, és utána egy gyors gól, szép akció végén a magyar csapat újólag megszerzi a vezetést. 3-2 tehát az eredmény Magyarország csapata javára. Most már mindenki biztosra veszi, hogy a magyar csapat tartani tudja a 3-2-es vezetését. A svédek azonban nem adják fel. Újra mindent beleadnak ők is, hát ha sikerül a Népstadionban a kiegyenlítő gólt megszerezni. Egy jó támadás, a játékvezető továbbotint, Szűcs lábán a labda, Meredeken szökteti elől Zámbót, megpróbál elhúzni a bal szélső a labdával, fölvezeti, még mindig nála, befelé cselez, jobban legurít, jó ütemben érkezik, a második hullámból Kocsis, előre törne, a játékvezető azonban dönt, a magyar csatát szabálytalanul akasztották, Szőke labdája levágódik a sorfalról, és a kapufa ment. Így tehát Larsson kapus most már kigulíthatja jobbra a labdát. Egy támadás megint a svédek részéről, Sandbergnél a labda beivel, Ekström egyedül fejel és gól. Ez bizony Ekström fejéről becsúszott a bal kapufa mellett a hálóba. Bicskei, a magyar csapat kapusa mérgében veri a földet, nézzük csak még egyszer. Ott van a labda, a bal kapufa töve mellett a hálóban, Bicskei bosszankodik.